Szerte Európában több helyszínen rendezték meg 2015. október 20-án a mikrofinanszírozási napot. Magyarországról idén először több szervezet kapcsolódott be a rendezvénysorozatba, melyek közül kiemelkedett a Budapesten tartott központi rendezvény. A nagyszabású gazdaságélénkítő és munkahelyen teremtő non-profit mikrofinanszírozás konferencia szervezője a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány volt, társszervezőként a Magyar Mikrofinanszírozási Hálózat működött közre. A konferencia jelentőségét mutatja, hogy a fővédnökséget Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter vállalta. A konferencia célja volt, hogy felhívja a figyelmet a mikrofinanszírozás jelentőségére a munkahelyteremtésben és a gazdaságfejlesztésben. A rendezvényen előadások, kutatások, statisztikai elemzések és jó gyakorlatok bemutatása révén vizsgálták, hogy a non-profit mikrofinanszírozási programok hogyan segítik az önfoglalkoztatóvá válást és a munkahelyteremtést. A több mint 100 fős hallgatóságot Jaime Durán Navarro, a spanyol mikrofinanszírozási hálózat elnöke és az Európai Mikrofinanszírozási Hálózat alelnöke és a Deutsches Mikrofinanz Institut képviselői köszöntötték videóüzenetükben, kiemelve a magyar rendezvény jelentőségét. Az eseményt Szegfő Tibor, a Magyar Mikrofinanszírozási Hálózat elnöke nyitotta meg, aki örömét fejezte ki, hogy az európai rendezvénysorozat részeként sikerült Magyarországon is szervezni egy színvonalas rendezvényt, mely a legszélesebb közönségnek is megmutatja a non-profit mikrofinanszírozás jelentőségét és lehetőségeit, többek közt a foglalkoztatás terén. Dr. Bagdi Gábor főpolgármester helyettes, a házigazda Budapest főváros képviseletében a KKV szektor gazdasági életben betöltött szerepét hangsúlyozta. A főváros kiemelt célja a minőségi pénzügyi szolgáltatások biztosítása és a vállalkozásbarát környezet kialakítása, jelentette ki a főpolgármester helyettes. Szalai Piroska, a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány kuratóriumi elnöke előadásában a KKV-k kiemelten a mikrovállalkozások gazdasági súlyát elemezte. Kiemelte, hogy a mikrovállalkozások jelentős szerepet töltenek be a gazdaságban, hiszen hazánkban a versenyszférában foglalkoztatottak 38%-a a mikrovállalkozásokban dolgozik, ami 9%-kal magasabb az unió átlagánál. A vállalkozások számára elérhető uniós támogatási lehetőségeket mutatta be dr. Karsai Tamás, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára. A Széchenyi 2020 terv gazdasági és innovációs operatív programjának fő hangsúlya a foglalkoztatáson és innovációfejlesztésen van. Ennek megfelelően számos kedvező uniós pályázati konstrukció válik hamarosan elérhetővé a kisvállalkozások számára is. A többi neves előadó, köztük dr. Lentner Csaba, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem professzora, és dr. Nyikos Györgyi, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, a mikrovállalatokat is érintő gazdasági folyamatokról, valamint az előttük nyitva álló fejlesztési lehetőségekről beszéltek. Kerekes György, a századvég gazdaságkutató igazgatója, a mikrovállalkozók motivációiról és társadalmi szerepéről tartott előadást. Fiedler Ágnes, a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány szakértője pedig ismertette a mikrofinanszírozási programok társadalmi hatását elemző kutatás eredményeit.